Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön a Mother Gunship újra, mert hogy egy-két héttel ezelőtt bölcs szavaimmal mondám néktek, figyelj erre a játékra, mert megéshet, hogy ez a játék jó lesz. Aztán megjelent a játék, hát már egy pár napja megjelent a játék, ugye eljutottam oda, hogy most végre videót csinálok róla, és mi a jó Isten? Ha szereted ezt a Serious Sam, Duke Nukem, Doom-szerű keverékű stílus műfajt, persze mindezt megfűszerezve némi 21. századi iróniával és humorral ebbe az egészbe, amire esetleg megeshet, akinek feltűnik egy csipet sóval ráhintenek egy kis rasszista dumát, persze úgyhogy senki ne sértődjön meg, egy ilyen kis rasszista humor, esetleg ez a játék, ez az indie játék kitűnik a többi hasonszörű kategóriájú shooterek mögül. Szóval első látásra nagyon kellemesen csalódtam benne, és higgyétek el, nem fizetnek nekem azért, hogy egy jó review-t csináljak egy játékról. Na lássuk csak, mi a játék koncepciója. Vannak az alienek, akik inkább robotok, de alienek, és azok eljöttek a Földre, és elkezdték szépen molesztálni Föld anyánkat, és ez nem tetszett az embereknek, így aztán az emberek fellázadtak, de már csak egy kis ellenállás csoport létezik, aki harcol a robotok elnyomása ellen, és akkor így bemutatja nekünk a játék a Mother Gunship-et, ami egy baszottul nagy űrhajó, és az lesz végül a fő ellenség, de persze stádiumokon kell keresztül menni, amire végül is elérhetünk a Mother Gunship-hez. Minden stádium egy pályának megfelel, és minden pálya, ahogy haladunk előre a játékban, egyre nehezebb és nehezebb. Na most úgy tűnik az elején, hogy ez a játék, ez egy ilyen piskótáknak való nehézségi szinten, mert hogy egy csomó damage-et kibírsz. Na de ahogy haladsz fölfelé, a játékán bizony úgy van dizájnolva, hogy ne akarjál már mindig túlélni. Na, de ez nem rossz dolog, nem kell ezt így mindjárt lehúzni, hogy úgy van dizájnolva, hogy lemeghalljál. Nem rossz dolog, mert hogy ezek kitaláltak ám egy olyan jutalmi rendszert ebben az egészben, ami igen addiktívvé tudja tenni ezt a játékot. Mire gondolunk itt? Szóval, hogyha haladsz a fő küldetéssel, ja, azt elmondom, mielőtt erre ráérek, hogy a játékban saját magad legózhatod össze a fegyverédet. Jól mondom, legózhatod össze a fegyverédet. Mivel, hogy a fegyverek alkatrészekből állnak, és ezen alkatrészeket, hogyha összerakod és megfelelően rakod össze, akkor végtelenségig húzhatsz ki egy fegyvert, és több, tehát mit tudom én, machine gunnal gránátvető, amellé még rakétavető, amellé még ilyen lézer gun, aztán amellé még valami fusion gun, és ez mindegy fegyverem van. Szóval ezt úgy kell képzelni, így össze lehet legózni a fegyvereket, és ha hozzávaló alkatrészeket, illetve pontokat és pénzt a lejátszandó szinteken és pályákon szerzed meg. Na most, itt a játék elindul egy választás felé, és hogy belemenjünk a témába, egy kicsit ugyebár, haladhatsz a főküldetéssel, de vannak mellékküldetések is. Na most a főküldetés azért nem úgy van, hogy a játék kiópésít minden pályára, szóval a főküldetésre megválogathatod magadnak, hogy milyen alkatrészeket veszel, és milyen lesz a kezdeti fegyvered. Sajnos, vagy nem sajnos, én inkább úgy mondom, hogy nem sajnos, nem viheted magaddal a már jó előre összerakott OP fegyvered, hanem mindig egy új fegyverrel indítod a főküldetést, csak a főküldetést, és úton a főküldetésen, attól függ, hogy milyen hosszú, úton belebukkansz egy ilyen kis, hogy is mondjam, boltocskába, ahol a pályán megszerzett pénzeddel vehetsz új alkatrészeket, és fejlesztheted azt az adott fegyvert, amivel elindultál a főúton, és amire kiérsz a pályának a végén, ahol mondjuk esetleg van egy boss, és azok elég betegek, hogy őszinte legyek, esetleg van ott egy boss, akkor már egy OP fegyvered van, amit összeszedtél. Na de, ha meghalsz, akkor minden addigi összeszedett alkatrészedet elveszted.
Ha sikeresen kijutsz, akkor minden addigi összetett alkatrészedet megszerezted, és összerakhatsz egy OP fegyvert. És ugye a játék mondta, hogy van kitalálva, helyenként azért halljál meg, tehát egy kicsit rákényszerít, hogy a melléküldiket is megcsinálj, és farmold fel ott magad, csinálj magadnak OP, minél több alkatrészt szerez, minél több pénzt szerez, hogy a jobb alkatrészeket meg tud engedni magadnak, és akkor újra belevághatsz ugye a következő szintjébe a Mother Gunshipnek, és nyomhatod. Na most ugye az alkatrészeket a robotoktól szerzik be, a pénzt ők hullatják, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon komoly dizájnt találtak ki a játéknak, és le a kalappal vele ebből a szempontból. Szóval így játszatja magát, mert van a fő cél, ugye a Mother Gunship, ki kell nyírni, menni kell, és minden pályán nehezebb, és kíváncsi is vagy rá, hogy azért, na, még ezt a szintet kibírom, még ezt a szintet kibírom. És ha nem, akkor fejleszted az armorod, mert azt is lehet, fejleszted a fegyvered, és akkor neki vágsz még egyszer. És ha kijátszottad a játékot, sincsen vége az egész történetnek, mert hogy csináltak egy ilyen endless módot konkrétan, ahol a hogy haladsz át a pályákon, a játék random generálja az új pályákat, új enemiket és az új kihívásokat körülötte, szóval úgy érzed, hogy és akkor azért ott már nem úgy van, hogy meg van fosztva a fegyverettől, ott minél több vévet élsz túl, minél több pénzt gyűjtesz, összerakhatsz minél több, és minél nagyobb, és minél erősebb, és minél fantáziadúsabb fegyvert, és akkor úgy vághatsz neki a különböző endless léneknek. Természetesen lehet ezt co-op-ban is játszani, nem feltétlenül egy szólójáték, ugye ezen Endless Wave részét. Úgyhogy srácok, hát egy pár indie játékot bemutattam ezen a csatornán, és ez kiemelkedik azon kívül, hogy azok szerintem ilyen eleve válogatottak voltak, és jók voltak, és érdekesek voltak, legalábbis számomra. Ez kiemelkedik egy kicsit ugye a még jobbak kategóriájába. Ajánlom szeretettel mindenkinek, ugye indie olcsóbb, akinek nincs sok pénze, de egy jót szeretne játszani, akkor ez a játék teljes mértékben megér egy próbát, szóval. Ja, és nem fizettek érte, hogy ezt mondjam. Nos, gyerekek, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, Discord szerverünket megtaláltok a videó leírásában, bárki csatlakozhat, tök nyugodtan csináljátok barátokat, egy közösséget, toljátok, játszátok, használjátok a szobákat nyugodtan, kérdéseket, kommenteket itt a videó alatt várom, vagy Facebookon, annak, akinek úgy tetszik. Én pedig köszönöm a figyelmet, sziasztok!